Érvénytelen lett a kvóta népszavazás, 43%-os volt a részvétel, sok volt az érvénytelen voks. Orbán Viktor győzelemként értékelte a referendumot és bejelentette az alkotmánymódosítást. Az ellenzék kudarcról beszél, az MSZP szerint legyőzhető a Fidesz, a Jobbik lemondatná a miniszterelnököt. A negyedik legkorruptabbnak választották meg Magyarországot, a fejlett országok között Mexikó és Olaszország előznek. Híradó 6-kor az ATV-n, jó reggelt kívánok! Érvénytelen lett a kötelező kvótáról szóló népszavazása. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a referendumra a választópolgárok 43,35%-a ment el. Összesen több mint 3,5 millió ember ment el szavazni, érvényes voksot viszont csak 3 millió 300 ezeren adtak le, ami azt jelenti, hogy több mint 220 ezer érvénytelen szavazatot számoltak meg, ami kiugróan magasnak számít. Az érvényesen szavazók közül a döntő többség 98%-a nem mellett tette le a voksát. A legaktívabb megye Vas volt, ahol majdnem 50%-os volt a részvétel. A legkevésbé aktív Budapest volt, ahol valamivel több mint 34% szavazott. A népszavazás sikeréről beszélt Orbán Viktor az eredmények értékelésekor. A miniszterelnök szerint sokat mondó adat, hogy az Unióhoz való csatlakozásról szóló népszavazáskor 3 millió 56 ezer ember szavazott a belépés mellett. Most pedig 3 millió 204 ezer ember szavazott nemmel. A kormányfő elmondta, hamarosan alkotmánymódosítási javaslatot nyújt be, hogy közjogi érvénnyel ruházzák fel az emberek döntését. Nagyszerű eredményt értünk el, mert felülmúltunk a csatlakozásról szóló népszavazás eredményét. Győzelemként értékelte a népszavazás eredményét Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a népszavazás elég erős fegyver lesz Brüsszelben is. A kormányfő kijelentette, ma 10-ből 9 ember Magyarország önálló döntési joga mellett szavazott. És büszkék lehetünk arra, hogy az Unió első és eddig egyetlen tagállamaként közvetlenül véleményt nyilvánítottunk a bevándorlásról. Az Unió javaslata az, hogy a migránsokat engedjük be, és osszuk szét kötelező erővel a tagállamok között, és erről a szétosztásról Brüsszel döntsön. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyarok ma ezt a javaslatot megfontolták, és elutasították. Orbán Viktor szerint most az a legfontosabb, hogy közjogi érvénnyel ruházzák fel az emberek döntését. A következő napokban alkotmánymódosítási javaslatot nyújtok be a magyar országgyűlés asztalára. Úgy gondolom, hogy az emberek ma kinyilvánított akaratát meg kell jelenítenünk, és rögzítenünk kell az alaptörvényünkben is. A miniszterelnök a másik sürgető dolognak azt nevezte, hogy Brüsszelben is érvényt szerezzen az emberek akaratának. A kérdés egyszerű. Megteheti-e Brüsszel? Megteheti-e az európai államok demokratikus közössége, hogy rákényszeríti az akaratát egy olyan tagállamra, ahol azt a résztvevők 92%-a ellenzi? A kormányfő hangsúlyozta, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az Unió ne erőltesse rá az akaratát a magyarokra. Az ellenzéki pártok teljesen másképp értékelik a népszavazás eredményét, mint a kormány. Az MSZP és a DK úgy véli, a referendum megmutatta, hogy le lehet győzni a Fideszt és Orbán Viktort. A Jobbik szerint a miniszterelnöknek ezután le kellene mondania. Az LMP úgy látja, a kormányfő és az ország is rosszul jött ki ebből a helyzetből. Aki ma politikailag érvényes népszavazásról beszél, az megtéveszti az embereket. Kudarcként értékelte a népszavazás eredményét az MSZP. Molnár Gyula szerint, ha a Fidesz figyelmen kívül hagyja az érvényességi kritériumokat, akkor nyíltan megszegi a saját alaptörvényét, és illegitimmé válik Orbán Viktor hatalma. A szocialisták elnöke azt mondta, a Fidesz ellenséget csinált mindenkiből, aki szerintük nem tartozik a nemzethez. A mai nap meggyőződésem, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy hitet és reményt kell adni mindenkinek.
le lehet győzni ezt a Fidesz kormányt, le lehet győzni Orbán Viktort, hihetetlen mennyiségű pénz, óriási médiatámogatás ellenére lehet győzni a következő választáson, tehát 2018-ban a győzelemre készülünk. Egy jelölt legyen a demokratikus oldalon, egy kihívója legyen a Fidesz-KDNP jelölteknek. A mai népszavazás nem volt több, mint egy közel 20 milliárd forintba kerülő közvéleménykutatás. A Jobbik szerint Orbán Viktor felelőtlenül belevitte az országot egy hazárdjátékba, és ezt a miniszterelnök és a kormány is elvesztette. Hozzátették, az elképesztően arrogáns, pökhendi és zsaroló kampányt nem lehet következmények nélkül hagyni. Hogy tekintettel arra, hogy sem a politikai, sem az egyéb kockázatait és veszélyeit ma még megbecsülni sem tudjuk, hogy ennek a mai kudarcnak mi lesz negatív értelemben az eredménye Magyarországra nézve. Ezért Orbán Viktor egyet tehet, hogy miniszterelnöki posztjától megválik, és egy ilyen felelőtlen politika után, egy ilyen kudarc után lemond. A legfontosabb, hogy győztünk, nem kicsit, hanem nagyon. Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország győzött ezen a referendumon. A DK elnöke úgy véli, nem a menekült kérdés volt a tétje ennek a népszavazásnak, hanem az, hogy Orbán Viktor kap-e felhatalmazást arra, hogy folytassa az Európa ellenes politikáját, de nem kapott. A volt miniszterelnök szerint ez egy jó nyitány 2018-ra. Azt javasoljuk, hogy mielőbb nem 2014-es módon, akár a jövő héten kezdjünk el csendben, nyugodtan, felnőttesen arról tárgyalni, hogy hogyan állítunk egy egységes alternatívát, egy demokratikus alternatívát a Fidesz-szel szemben. Azt gondolom, hogy most jobbak ennek a feltételei egy ilyen közös nagy győzelem után. Az LMP szerint most bebizonyosodott, hogy a népszavazás a népé, nem pedig a kormányé. Hozzátették, az emberek nem tudtak azonosulni ezzel a referendummal, és nem úgy viselkedtek, ahogy azt a kormány gondolta. Orbán Viktor egy saját maga számára kialakított helyzetből nem csak ő jött ki rosszul, hanem maga az ország is. Az Együtt, a Párbeszéd Magyarországért és a Modern Magyarország mozgalom közösen értékelte az estét. Szerintük sikeres volt a kvóta referendum bojkottja. Orbán Viktor elbukta a bizalmi szavazást. A magyarok európaibbnak bizonyultak a kormányuknál, ezt Jean Asselborn mondta a DPA német hírügynökségnek a kvóta referendummal kapcsolatban. A luxemburgi külügyminiszter szerint ez egy rossz nap Orbán Viktornak, de annál jobb nap Magyarország és az Európai Unió számára. A népszavazás érvénytelenségét a többség passzív ellenállásaként értelmezte a luxemburgi diplomata. Hozzátette, az uniós vezetők továbbra is következetesen a magyarok többségének oldalán állnak, és a magyar kormánypolitikával szemben foglalnak állást. Minden tiszteletünket megérdemlik a magyarok, zárta le mondandóját Asselborn. A negyedik legkorruptabbnak választották meg Magyarországot a fejlett országok között. A lista a Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentésének része. Az Együtt szerint ennek az, ahogy ők mondják, Orbáni illiberális politika az oka. Az LMP társelnöke pedig azt mondja, 1000 milliárd forint maradhatna az adófizetők zsebében, ha sikerülne visszaszorítani a korrupciót Magyarországon. Trafikbotrány, földárverések, híd a munkába program, letelepedési kötvény, az uniós források elosztása, vagy éppen az MNB milliárdjainak sorsa. Csak néhány azok közül az ügyek közül, amelyeket az Orbán kormány regnálása óta körülleng a korrupció gyanúja. Semmifajta korrupciót nem tűrök el, nem tűrtem el a múltban, és nem tűröm el a jövőben sem. Ehhez képest Magyarországon a korrupció él és virágzik. A Világgazdasági Fórum versenyképességi jelentése alapján csak Mexikó, Szlovákia és Olaszország előz meg bennünket e tekintetben. A régióban és az egész világon a Világgazdasági Fórum jelentését mindenütt elfogadják, a befektetők ez alapján döntenek. Ez döntően az orbáni illiberális rezsim kiépülésének köszönhető, amikor Fideszhez közel álló gazemberek, üzletemberek tudnak gazdagodni másokkal. Az Együtt elnöke úgy véli, azt a keleti putyinista fordulatot, amelyet a kormány 2010 után meghirdetett, a visszájára kellene fordítani.
A jelentés szerint a kormányzati döntéshozatal átláthatóságát nézve például a régió többi országához képest Magyarországon a legrosszabb a helyzet. 2011-ben még Csehországot és Szlovákiát is megelőztük. 2016-ra már Románia és Bulgária is Magyarország elé került a rangsorban. A Transparency International szerint Magyarország mind korrupciós, mind pedig versenyképességi szempontból zuhanó repülésben van. A vizsgál 140-145 ország közül a 125. helyre szorul az olyan tényezők terén, mint például a kormányzati döntések átláthatósága, a közpénzek illetéktelen felhasználása, a politikai területbe, a politikusok döntéseibe vetett közbizalom, az igazságszolgáltatás megbízhatósága. Az LMP társelnöke szerint ezzel a negyedik helyezéssel nem csupán az a baj, hogy szégyen. Hadházi Ákos azt mondta, szakértők szerint 1000 milliárd forintot lehetne Magyarországon megspórolni azzal, ha a korrupciót sikerülne egy elfogadható szintre visszaszorítani. 1000 milliárd forint az 1 millió x 1 millió forint. Tehát gyakorlatilag 1 millió embernek lehetne 1 millió forinttal többet hagyni a pénztárcájában. A fizetések gyakorlatilag azonnal növekedhetnének 15-20%-kal, akkor, hogyha néhány törvényt bevezetnénk, amelyik a korrupciót megfékezi. A szakértő szerint a korrupció Európában szorosan összefügg a versenyképességgel. Magyarország ezen a területen folyamatosan szakad le a régiótól és az uniós országoktól. Hiába emelkedett jelentősen az üzemanyagok ára, lehet, hogy még nincs vége a drágulásnak. A GKI Energia szerint ugyanis hamarosan további 5-6 forinttal drágulhat a benzin, a gázolaj pedig akár 10 forinttal is többe kerülhet. A hét második felében a világpiacon is nőtt az üzemanyagok ára. Ezt az OPEC országok termeléskorlátozási döntése okozta. A megugró világpiaci árak pedig újra felhúzhatják a magyar árakat, így a benzin akár 345 forint, a gázolaj pedig 355 forint is lehet. Az elmúlt egy évben egyébként a benzinára 2, míg a gázolajé 3%-kal csökkent. Újabb fotókat és videókat tett közzé a központi nyomozó főügyészség a feltételezett Terézkörúti robbantóról. A kamerák képein látszik, hogy a halászsapkás férfi egy boltban vásárol. A felvételeken kivehető az arca egy része és a járása is beazonosítható. Egy másik felvételen pedig egy biciklis is látható. A hatóságok azt kérik, aki magára ismer a biciklisben, az jelentkezzen a rendőrségen. Az ügyészség még mindig várja a lakosság segítségét. A felvételek tegnapi közzétételének az volt az oka, hogy tegnapra készültek el ezek az új és minőségükben feljavított kép- és kamerafelvételek, és azt szerettük volna, hogy a lehető leghamarabb időben a lakosság értesüljön ezekről a felvételekről, és minél előbb segítséget kérjünk az elkövető kézre kerítésében. Az elmúlt 8 év ezzel a címmel jelentetett meg könyvet a blogján az a kiugrott fideszes kampánymenedzser, aki korábban aktív részese volt a baloldal úgymond karaktergyilkos bemutatásának. Tomanovics Gergely azóta kiábrándult a nagyobbik kormánypártból, és közzétette például azt a videót is, amely a kormányzati listákat és a választási mozgósításokat mutatja be. A népszavazás napján pedig videó üzenetben bíztatta a szavazókat arra, hogy olvassák el a könyv utolsó fejezetét, és szavazzanak érvénytelenül. Borús képet festett az ország állapotáról a Kövér László vezette Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács első, úgynevezett előrehaladási jelentése, tudta meg a Magyar Nemzet. A 2013-2014-ről szóló értékelésben arról írnak, hogy folyamatos az elvándorlás az országból, és romló tendenciát mutat a gyerekek tudása is. Azt írják, kevesebb a külföldi befektetés, a közbeszerzésekben pedig jelentős az ajánlattételi összejátszás kockázata. A jelentés szerint az elmúlt évtizedek politikájának örökségeként egyetlen nemzeti erőforrás sincs jó állapotban, de 8 mutató már javuló tendenciát mutat. Charles Gáti szerint a Magyarország által megfogalmazott túlzott unióellenes kritikák nem veszik figyelembe, hogy az uniónak köszönhetően 1945 után 70 évig béke és jólét jött létre. A magyar származású amerikai üzletember a Népszabadságnak beszélt a megromlott magyar-amerikai kapcsolatokról is. Azt mondta, nagy kár, hogy még egy olyan tehetséges diplomata, mint Szemerkényi Réka nagykövet sem tud átlépni a jobb kapcsolatok útjában álló magas akadályokon.
Szerinte a magyar demokrácia egyre gyengülő állapota és az orosz politikai kapcsolatok egyre bővülő rendszer áll a kapcsolatok útjában. Szexfilmben szerepel Donald Trump, ezt az Independent derítette ki. A republikánus elnökjelölt egy 2000-ben megjelent videóban tűnik fel, a Playboy tulajdonos Hugh Hefner és több pornó színésznő mellett. A felvételen Trump pesgőt locsol egy limuzinra, és az IMDb-n még a stáblistán is szerepel. Közben a New York Times megszerezte a politikus 1995-ös adóbevallását, amely alapján elképzelhető, hogy az elmúlt 20 évben nem fizetett adót. Abban az évben ugyanis 916 millió dolláros veszteséggel zárt, amit levonhatott későbbi kötelezettségeiből. Lemondott a spanyol szocialista párt vezetője. Pedro Sánchez megpróbálta kikényszeríteni az újabb előrehozott választást, de ezt saját pártján belül leszavazták. Az országban csak nem egy éve belpolitikai válság van, amiért a győztes párt egyedül nem tud kormányt alakítani, koalícióra pedig senki nem lépett velük. Szakértők szerint Sánchez távozásával megnyílt az út a rendezés előtt. Maratoni tárgyalásra érkeztek szombat délután a spanyol szocialisták vezetői. A párt végrehajtó bizottságában azok kerültek többségbe, akik szerint engedni kell, hogy a konzervatívok önállóan alakítsanak kormányt. Pedro Sánchez azonban kitartott amellett, hogy képviselőik nemmel szavazzanak Rajoy programjára. Saját pártja azonban most leszavazta a tervet, így Sánchez lemondott. A szavazás eredménye a végrehajtó bizottság javaslata ellen volt, és ennek következményeként, ahogy tegnap ígértem, ha a petíció és a javaslat nem nyer, akkor logikusan nem kezelhetek egy olyan döntést, amely nem az enyém, mondta a távozó politikus. A szocialista vezető és Mariano Rajoy között évek óta feloldhatatlan konfliktus van, amely több mint háromnegyed éves stagnálásban tartja az országot. A helyzet mára megosztotta a szocialista tagságot is. Szerintem ez egy rossz döntés, mert a néppártnak ajándékoztuk a győzelmet. Susana Díaz, a legesélyesebb utódja, biztosan megállapodik Rajoyékkal, és ez nagyon rossz nekünk, mondja ez a párt szimpatizáns. Vannak olyan baloldaliak is azonban, akik szerint Sánchez távozása nélkül soha nem oldódott volna meg a helyzet. Szerintem ez volt a legjobb, amit tehettek, nem volt más megoldás. Sánchez nem volt alkalmas arra, hogy felemelje ezt az országot, mondja ez a madridi férfi. Mariano Rajoy jelenleg ügyvivő kormányfőként vezeti az országot, és ha október végéig nem sikerül kormányt alakítania, kiírják az újabb előrehozott választásokat. Legalább 90 ember megsebesült, miután gázrobbanás volt egy dél-spanyolországi kávézóban. Az egyik alkalmazott gázszivárgást érzett a konyhában, ezért a vendégeket még időben ki tudták menekíteni a malagai vendéglátóhelyről. A robbanáskor betörtek a kávézó ablakai, a szilánkok pedig 40 méteres körzetben szóródtak szét, ezek rengeteg sérülést okoztak. Azért volt annyi sebesült, mert éppen Szent Mihály napi ünnepséget tartottak a településen. Kettős Red Bull sikert hozott a Forma 1-es Maláj nagydíja. Az élen Daniel Ricciardo végzett, mögötte pedig csapattársa Max Verstappen ért célba. A legnagyobb nyertes azonban Nico Rosberg volt, aki annak ellenére harmadik tudott lenni, hogy a verseny elején hátulról belement a Ferrari Sebastian Vettelbe. A nap vesztese Hamilton volt, aki végig vezetett, de 15 körrel a vége előtt kigyulladt a motorja, ezért fel kellett adnia a futamot. A brit pilóta szerint furcsa, hogy csak az ő motorja ment tönkre, miközben a Mercedes 43 motort gyártott. Hozzátette, vadonatúj motor volt, egyetlen verseny volt benne, valaki vagy valami nem akarja, hogy nyerjek, mondta Hamilton. És ezek voltak a hírek 6-kor, most időjárás jelentés, aztán világhíradó, és kezdődik a Start Rónai Egonnal. Híradót legközelebb 7-kor láthatnak itt az ATV-n. Várom Önöket akkor is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!